Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk Baranya és Tolna megye színes sportéletét a csapatsportoktól az egyéni sportágakig, az utánpótlástól az öreg fiúkig, a versenysporttól a szabadidősportig. Tartsanak velünk, érdemes lesz! Egy olimpiai sportággá lett küzdősport, a tékvándó, mondhatjuk, hogy lerakta alapjait a Tolnai megye székhelyen. Rácz Petra oktató nem csak megszerettette a fiatalokkal ezt a többitől sokban eltérő küzdősportot, hanem a szorgalmas és tehetséges versenyzőkkel, országos elsőségekkel hívták fel magukra a figyelmet a szekszárdi klub képviselői. Szépen épülget a tekvándó sport Szekszárdon. Rácz Petra oktató sportág szervező szakmai vezető munkájának már van komoly, a kívülálló számára is érezhető látszata, hozadéka a szekszárdi tekvándó klubnál. Mind mennyiségi, mind minőségi értelemben. 6-7 év elteltével kialakult a több utánpótlás korosztályt felülelő stabil hátország a klubnál. 2018-tól pedig a formagyakorlatokban és a küzdelem kategóriában jönnek a figyelemre méltó eredmények a szekszárdi tekvándósoktól. Nem csak dobogósaik, hanem már győzteseik is vannak a diákolimpiákról, illetve az országos korosztályos bajnokságokról. De valóban ez az év egy picit, meg talán az előző év második fele egy picit kiemelkedő volt abból a szempontból, hogy több gyereket tudtunk versenyekre elvinni, nagyobb volt a lelkesedés, és így nyilvánvalóan több eredményt is tudtunk elérni. Erre egy jó példa az idei OB, ami nemrég volt, mert ott 3 aranyérmet is el tudtunk hozni. Első lábas csúsztatod, közvetlen tolás, jó, nem kell szökkenned, nem csak innen tolok ki. A tavalyi évvégi utolsó edzésen neves fővárosi klub, az UTE versenyzői is részt vettek, a szekszárdiak igyekeztek élni a tanulási lehetőséggel. Rácz Petra szakmai vezetőnek, oktatónak már a házon belül is van egy állandó szakmai segítője a fiúk-lányok felkészítésében, és a magasabb korosztályú versenyzők, mert már ilyenek is vannak, besegítenek a képzésbe. Ketté vannak osztva az edzések, ugye van a kezdő szakosztály, szerdánként, délutánonként, illetve a haladókkal foglalkozunk az esti órákban, és pénteken küzdőedzéseket tartunk a haladókbaknak, tehát abszolút külön vannak választó ilyen téren a kezdők és a haladók. Az új oktatónak, edzőnek még vannak versenyzői ambíciói. A veterán kategóriában is szeretnék kipróbálni magát, és danvizsgára készül. Én inkább a küzdőversenyzést tartom előbbre, én azt jobban szeretem, a face-to-face küzdelmeket, valahogy az így bennem maradt, és jobban megfogott, mint maga a forma gyakorlat. Függetlenül attól az is nagyon tetszik, de én versenyszámban nem indulnék. Tehát abszolút nem indulsz. Forma gyakorlatban nem, küzdőversenyen még szeretnék. A klub hírnevét öregbítő 3 idei szekszárdi országos bajnoki cím egyik szerzője, a kadett korosztályban versenyző Bánki Lilien, aki testvére példáját követve választotta ezt a sportágat, és abban is követte őt, hogy ő is országos bajnok lett. Noha az Újpest versenyzője volt az első számú esélyes a győzelemre az OB-n, akit az elődöntőben nagy csatában győzött le, miután a döntőt már nagy pontelőnnyel megnyerte Lilien. Az első meccset azt viszonylag hamar sikerült megnyernem, mivel kipontoztam, ami azt jelenti, hogy 20 volt különbség meg volt köztünk. És a második az nagyon szoros volt, az csak 16-14-re nyertem. Ott nagyon elkezdtem félni. Majd a harmadik meccsem az viszonylag az is könnyebb. Ott 10 ponttal nyertem. Lényleg inkább a fordulórugással szereztem pontot, ami 5 pontot ért. Fejre rugni a tekvándóban szigorúan tilos, testen kell megfogni, legyőzni az ellenfelet. Gyors rugásokkal, pörgő rugásokkal és egyéb más küzdősportokról eltérő speciális technikák nem könnyű elsajátításával. Fontosak az eredmények, de nem tudnak és nem is akarnak versenysport istállóvá válni, hangsúlyozta Rácz Petra. A klub rangsorban a 6. helyen végeztünk országos szinten, és csak a nagyon nagy klubok tudtak minket megelőzni, akik körülbelül 20 fővel indultak az országos bajnokságon. Ez így azt gondolom nagy eredmény, de nem ez az egyetlen célunk, tehát nem a versenyeredmény az egyetlen cél, ami minket előre visz, hanem inkább az, hogy egy nagyon jó társaságot kovácsoljunk, hogy nevelő munkát végezzünk,
és hogy remek programokat hozzunk Szekszárdra. Mind a mellett a komoly eredmények elérését célul tűző serdülő kadettek, ifik számíthatnak az edzők maximális szakmai segítségére. Nagy megtiszteltetés érte évvégén a Szekszárdi Sportközpont középtávfutó atlétáját, aki többek között egy junior EB negyedik hellyel és egy felnőtt magyar bajnoki címmel tette le névjegyét a 3000 méteres akadályfutásban 2019-ben. Az összes szakág eredményeit összevetve a Magyar Atlétikai Szövetség a tavalyi év junior atlétájának jelölte Szemerei Leventét. Az új év első napjainak szekszárdi rekordtános kocogói között felfedezhettük Szemerei Leventét, a szekszárdi középtávfutás idén üstökösként berobbant immáron országos hírességét, akit a junior EB negyedik helye, felnőtt magyar bajnoki címe folyamatos fejlődése miatt az egyik legkeményebb versenyszámban, a 3000 akadályon, az év junior magyar atlétájának választott a Magyar Atlétikai Szövetség. Erre tavaly ilyenkor ő maga sem gondolt. Elvédöntő volt még a fő cél, így amikor alapoztunk tavaly. Ez bizony a junior EB döntőn sem úgy zajlott le, hogy csak helytállt a szekszárdi srác, és a döntőben láthattuk. Micsoda tempóban vette az utolsó 400-on az akadályokat, és a negyedik helye jött be, ami nem kis siker volt a magyar futóatlétika számára. Nem sokkal ezután a magyar felnőtt mezőnyt is szinte leiskolázta Szemerei Levente, aki azon dolgozik edzőjével, Szőke Gergővel, hogy jelentősen 9 perc alá kerüljenek az idei évben. Ebben változatlanul kikéri a szekszárdi tréner a Kecskemétre távozott Németh Gyula tanácsait, aki Szemerei szekszárdi felfedező edzője volt. A dolog pikantériája, hogy a szekszárdi versenyző legnagyobb hazai riválisa több számban is, éppen a kecskeméti Németh Gyula tanítvány, bizonyos Palkovics István. Egy egészséges rivalizálásban ment át a dolog, de nyilván amikor nem ugyanabban a versenyszámban indulnak, akkor teljes mértékben számíthatunk a Gyula segítségére. Serdülőkorban Levi is dilemmába került, mint meg annyi sportoló. Kell-e ez nekem, megéri ennyit edzeni, gülcölni, csak az atlétikának élni? Szőke Gergőnek ekkor kezdő edzőként pszichológusnak és pedagógusnak kellett lennie leginkább. Az volt a nehéz, hogy a Levi meg köztem 10 év van. És azért egy olyan edzőre, aki 30 év tapasztalattal, 50 évesen áll mellette, a fiatal ember könnyebben elfogadja a tanácsokat, mint egy olyantól, aki belecsöppen, és nagyon jól tudta a Levente is, hogy pár éve edzősködök. Úgyhogy talán ezt tartom én a legnagyobb sikeremnek, hogy sikerült a Leventét rábírni a munkára, sikerült vele elhitetni azt, hogy amit én mondok, abból ő jól tud futni, és hát szerencsére az eredmények minket igazoltak. Az, hogy nemzetközi szinten is megállja majd a helyét, már a felnőttek között, 8.45-öt kellene mihamarabb futnia. Erre még lenne ideje, de ő is és edzője is meggyőződéssel vallják, ez az óriási fejlődés, főleg ha a szövetségi segítséggel több rangos nemzetközi versenyen is részt vehet, már az idén megtörténhet. A nemzetközi tapasztalat szerint is ez sokkal jobb lenne. Az EB-n is ezt hiányoltam igazából, mert úgy volt az egész közeg is, nem tudtam, hogy mit tudok kihozni magamból. És ez így a negyedik helyen is látszott azért. Igen. Mert hogy ez a szintidő, a 8.45 ahhoz, hogy 2020-ban, vagyis az idén a felnőtt EB-n is bemutatkozhasson Szemerei Levente. Én beláttam a korlátaimat, hogy a Leventéből csináltam egy felnőtt magyar bajnok futót, és innen, hogy nemzetközi szintre emelje az eredményét, kell neki valami új impulzus. Tehát mindenképp szeretnénk itthon tartani, ez nem azt jelenti, hogy akkor azt szeretném, hogyha eligazolna, hanem leginkább Amerikába gondolkozunk, mert ott meglennének azok a versenyek, ahol 3-4 ezer ember előtt futhatna akár hétvégente, ami szerintem eljutathatná oda, ahova mi szeretnénk. Szemerei Levente továbbra is több számban versenyez a 3000 méteres akadályfutás mellett. Látjuk 1500, 3000 méter és 5000 méteren is, és a még hosszabb mezei távokon is 2019-ben. Az ország több részéről érkeztek darts versenyzők Tolna megyébe, hogy részt vegyenek a 14. Sprint RLK kupán. A nevezők női, férfi, amatőr és profi kategóriákban dobhattak nyilaikkal. A közel másfél évtizedes múltra visszatekintő szekszárdi kupán ezúttal 60-an indultak el.
Szinte példa nélküli, hogy egy szexed méretű vidéki városban egy baráti társaság által kezdeményezett kupát közel másfél évtizeden keresztül minden esztendőben megrendezzenek, pedig a sprinterek nevű darts versennyel éppen ez a helyzet. A baráti összejövetelként indult verseny az évek alatt igazi országos jelentőségű sporteseményén nőtte ki magát. 14. alkalom már, úgyhogy először 10-en indultunk, aztán 15-en így fejlődtünk tovább, és végig kinőttük magunkat, most már 60-an indulunk ezen a versenyen. Ez Liska Paja Pál. Ő a mi egyesületünknek a tagja, és 2006-ban kitalálta, hogy bár mi minden hónapban csináltuk egy házi versenyt, ami csak az egyesület tagjára vonatkozott, hogy ő a saját vállalkozásából indít egy, amit ő szponzorál. És ezt 2006-ban elindította, és idén pedig ez már a 14. alkalom, amikor minden évben megrendezésre kerül a Sprinter Kupa, másnap Paja Kupa, és én, mint elnök, segítek a lebonyolításában. A verseny töretlen népszerűségét jól mutatja, hogy itt minden esztendőben több kategóriát is indítanak a szervezők, nevezések pedig az ország szinte valamennyi részéről érkeznek. Pont ez a szép ebben, hogy az amatőrök, tehát a kezdőktől kezdve, a hölgyektől, a profikig együtt indulunk. Az egész verseny olyan, mint egy nagy család. Hogy mindenki segíti egymást, támogatják egymást, és hogy mi jól érzünk magunkat most nagyon is, és jól játszunk. Ami jellemző egyébként ugye a dáncra, itt baráti kapcsolatok szövődnek. Nyilván itt, mivel kocsmában vagyunk, tehát visszatérünk ahhoz, hogy itt mi még nem tiltjuk meg azt, hogy ne lehessen alkoholt fogyasztani, tehát azért lehet egy minimális kis alkoholt is fogyasztani, ami rányomja a hangulatát, a jó kedvet. A verseny indulói között a profik mellett egészen fiatal játékosok is vannak évről évre. Fricsi Szabolcs János még csak 13 éves, de már évek óta állandó résztvevője a kupának. Hát ez úgy kezdődött, hogy 6 évesen anyukám elhozott ide, és nekiálltam dartozni. Először még nem értem fel a táblát, és segítettek. Aztán következő évben meg már sörös rekeszről húztam ki, most meg már ugye megnőttem, és most már felérem. Mert anyukám dartozott, meg dartozik, és akkor megtetszett. A mezőny az erős, szóval jó pajakba lesz idén is. Szoboszlai Dominik magyar válogatott labdarúgó, a Salzburg támadó középpályása is kipróbálta a Toka edzésmódszert a nyáron megnyílt Garami József labdarúgó utánpótlásképző központban a Baranyai megye székhelyen. Szoboszlai Dominik a minap felkerült az UEFA legfrissebb 50 fős listájára, melyben a legtehetségesebb játékosokat sorolják fel. Mint arról beszámoltunk, 2019. augusztus 9-én köszöntötték 80. születésnapján Garami József labdarúgó mesteredzőt a róla elnevezett utánpótlásképző központban. Az egykori kollégiumi épületben megnyitott központot magánberuházásban az amerikai Toka rendszer magyarországi képviselete hozta létre, és ezzel tisztelek Garami József kiemelkedő edzői munkássága és az utánpótlás nevelés területén végzett eredményes tevékenysége előtt. A Toka edzésprogram lehetővé teszi, hogy a játékosok gyors és hatékony fejlődést érjenek el, és a modern labdarúgás technikai követelményeit elsajátítsák. Január elején Szoboszlai Dominik, magyar válogatott labdarúgó, a Salzburg támadó középpályása is kipróbálta a Toka edzésmódszert Pécsett. Tokat szerintem mindenkinek ajánlom, szóval nem csak a pécsi gyerekeknek, hanem egész Magyarországnak, sőt, ha még ez elterjed jobban, akkor egész Európában, de a pécsi gyerekeknek is, hogy jöjjenek nyugodtan, segíteni fog nekik, higgyék el, és dolgozzanak keményen. Minden feladat más, segíti a technikát, az első érintést, feljátékot, úgyhogy tényleg tetszett, és nyugodtan jöhetnek és használhatják.
most hála Isten még szünetem van, de már kezdem kicsit unni, úgyhogy már megyek vissza nem sokára 9-én a csapatomhoz. Elkezdjük a felkészülést, megyünk Katarba, edzőtáborba, szóval elkezdődik a szezon is utána. Futballt szerintem mindenkinek lehet ajánlani, főleg aki szereti ezt csinálni. Ha szereted csinálni, akkor ezt a Toka nevezetű dolgot is el lehet kezdeni csinálni, mivel segít, amit elmondtam az elején is, bármiben, sőt mindenben. Úgyhogy tényleg jöjjön mindenki nyugodtan, kezdje el a focit, főleg ha szereti, ne legyenek kifogások, és el lehet jutni olyan szintre is, ahova például én most tartok. Győzelemmel kezdte a 2020-as évet a PVSK Veolia férfi kosárlabda csapata. Mint ismert, Dragan Aleksics december 30-án vette át az irányítást, miután korábban sorozatban 10 vereséget szenvedett a gárda. A pécsiek 12 ponttal bizonyultak jobbnak, a Szrecskó Szekulovics vezette Szegeddel szemben. Óriási szüksége volt a PVSK Veolia férfi kosarasainak arra, hogy győzelemmel kezdjék a 2020-as évet. Mint ismert, hétvégén Szegeden új vezetőedzővel lépett pályára a csapat. Dragan Aleksics a Szombathely elleni vereség után vette át a gárda irányítását. A hétvégi Szeged elleni találkozót jobban kezdte a Pécs, és 29-16-ra nyerték is az első negyedet. A második 10 percben aztán a Szeged visszajött a meccsbe, és a jó dobóforma megmaradt a harmadik negyedre is. Aleksics időkérése után aztán megrázta magát a Pécs, és 84-72-re nyerte a találkozót. Jól kezdtük nagyon a mérkőzést, jó vérekezések, szereztünk labdákat. Utána viszont szerintem mi hibánkból tudott felzárkózni a Szeged, mert sok gyorsanyításból dobtak kosárat, amire készültünk, hogy szemszólt volna engedni nekik. Visszajöttek 10 ponton belülre az első félidőbe, és utána másik félidőt rögtön sikeres hármasokkal kezdték, úgyhogy át is vették a vezetést, de szerencsére higgadtak tudtunk maradni, szereztünk labdákat, és az utolsó negyedben meg tudtuk folytani a mérkőzést, úgyhogy nagyon örülünk, hogy végre tudtunk nyerni, készülünk a Kecskemétre majd. Dragan Aleksics, aki december 30-án vette át a csapat irányítását, a kemény edzés munkában és a mentális felkészítésben hisz. Az új tréner örül annak, hogy sikerült annyira felrázni a csapatot, hogy győzni tudtak Szegeden. Ahogy Máté is mondta, rendkívül jó első félidőt produkáltunk, agresszíven védekeztünk, könnyű kosarakat szereztünk. A második 10 percben kicsit lelassult a játékunk, és ezzel lehetőséget adtunk a Szegednek, hogy visszajöjjenek a meccsbe. Nagyon jól kezdték a harmadik negyedet is, jó dobó százalékkal a mi gyenge védekezésünk mellett. Az időkérésem után javult a védekezésünk, jól tudtam cserélni. A végén a hosszabb kispadunk és az utolsó 5 perc pont erős játéka döntött a javunkra. Örülök a győzelemnek, de még sok tennivalónk van. Készülünk a következő meccsre, gratulálok a Szegednek, remélem ők is egyre jobbak lesznek a szezon hátralevő részében. Szrecskó Szekulovics a meccs után elmondta, sajnálja, hogy az első negyedben a 11 tripla kísérletből csupán egy volt sikeres, ráadásul a védekezés sem volt acélos. A nagy szünet után nagy erőket mozgósítva átvették a vezetést, de a kulcs pillanatokban, amikor növelhették volna előnyüket, rossz döntéseket hoztak, amit a hosszú kispaddal rendelkező, jó erőkből álló Pécs kihasznált. Nem vagyok elégedett, hogy indulunk a meccs, hogy kezdtük a meccs. Első fél idő, 10 elad a labda, meg 11-1 volt, 3 pont dobás. A saját pálya, ez nagyon gyenge voltunk. Meglepetés volt. Pár játékosok nagyon gyenge voltunk produkálni ma este. Első fél idő után visszajövünk, ugyanaz, mint mindenki mondta, visszajövünk. Dolgozunk csak ez a Pécs, ilyen masszív csapat, nagy csapat, hosszú kispad, mi nem lehet fordítani az ilyen mínusz 17, fordítani és nyerni. Pici, a végéb kell, lehet az a kicsi, pici, hiányzol valami, csak ez nem sikerül ma este. Sajnálom, nagyon-nagyon jó szokkolás volt, meg közönség is, szerintem muszáj dolgozni tovább is. Próbálom kijavítani az ilyen hibák, csak most ez a frusztrált, kicsi frusztrált vagyok, most az 4.-5. meccs, minimum 15 elad a labda van átlag a meccsek, ez nagyon nagy, és nem tudom miért, ez nem tudom, vagy a göcsös, vagy minőségi, ez nagyon nehéz játszani az ilyen, mikor adunk ilyen könnyű pontok, az ellenfél is most megint ez volt a baj, és problém. Na, megyünk tovább, megyünk, a következő meccs biztos nálunk nem könnyű, azt megyünk a Szabadhelyen, most
várjunk közén. A PVSK Veolia legközelebb január 11-én a Kecskemét együttesét fogadja a Laubert Dezső sportcsarnokban. Maratoni futamot szervezett a Pécsi Ércbányász Modellező Klub a Pécsi Sportolda emeletén lévő fedett pályáján. A 6 órás versenyen rádió távirányítású, elektromos meghajtású, 1/10-es méretű autókkal vehettek részt az ország különböző részeiből érkezett csapatok. Az RC Onroad maratonra 37-en neveztek. 37 nevező 7 csapatba elosztva, több mint 13 000 kör 6 óra alatt. 6. alkalommal rendezte meg a Pécsi Ércbányász Modellező Klub az RC Onroad maratont a Pécsi Sportoldában. De hogy is néz ki egy ilyen verseny? Serpent gyártmányú autók, és az összes teljesen egyforma autó. Ez is volt a legfontosabb, amikor létrehoztuk ezt a versenysorozatot, hogy teljesen egyenlő feltételekkel tudjunk futni. Itt mindig igény is van rá, hogy új pályákat hozzunk létre. Itt ezek az elválasztó elemek úgy néznek ki a pályán, hogy gyakorlatilag szabadon módosíthatóak, ezek tépőzárral vannak rögzítve a pályára, így mindig át tudjuk rakni, és új nyomvonalak jönnek létre. Igazából itt sok segítséget adtunk az indulóknak, mert eléggé sok, a modellezés sok irányából jöttek az indulók. Nem mindenki az on-road pályautózásból, hanem voltak, akik off-roadból, voltak olyan indulóink is, akik lényegében első bálozók voltak, tehát nagyon még nem modelleztek, és pont ezek miatt maga a beállítás része a futómű szempontjából, a differenciálmű szempontjából, és minden ilyen része az autóknak, azok egyformán mindenkinek be volt állítva. Amivel foglalkozni kellett, az leginkább a takarítás karbantartás mindenkinek, meg hogy nagyjából a működőképes állapotban tartsák az autókat, de ez szerencsére nem okozott olyan nagy problémát. A legfontosabb az volt, hogy a csapatok teljesítsék a 6x1 órás versenyt. Minden óra végén kötelező és nagyon javallott karbantartás folyik az autókon. Itt ugye egyrészt a szőnyegből felszedett szősz a csapágyakból, a hajtásláncból, az autók minden részéből takarításra kell, hogy kerüljön, másrészt ugye a kopófogyó alkatrészeket, leginkább a csapágyakat ugye cserélni kell, és hát át kell ellenőrizni az autót, hogy minden része működőképes legyen a következő órára is. Hogy lekopogjuk, megint úgy lement egy komplett maraton, hogy gyakorlatilag saját hibás töréseken kívül, ami 1-2 fordult elő, azokon kívül műszaki hiba nem történt, tehát nagyon-nagyon jó konstrukciók, és mi magunk is folyamatosan leborulunk a tervezők és az összerakók előtt, hogy gyakorlatilag ilyen jó autók jöttek létre, hogy ennyit kibírnak, és maga a motor és szabályzó, ami ugye az erőt vagy a hajtást biztosítja, az is tényleg mindent kibír. Az autók mindegyik 6 órát ment összesen nettó, annyi, hogy a csapatok, tehát a pilóták, azok cserélődtek folyamatosan. Jellemzően a csapatok ilyen átlagosan 5-6 fővel álltak föl, és úgy nézett ki a dolog, hogy körülbelül ahogy az akkumulátorokat kellett cserélni az órába, akkor általában a pilóták is cserélve lettek, ezek ilyen negyed óránként váltottuk egymást. A szervezők feladata az volt, hogy segítsék a csapatokat. Mi az 5. helyen zártuk a csapatunkkal, annyi, hogy mi egy vegyes csapattal mentünk, és kevésbé tapasztalt pilóták mellé szálltunk be segíteni. Ettől függetlenül teljesítettük a távot, és némi plusz szereléssel, de megoldottuk ezt. Az automodellkedés szerelmesei azt mondják, hogy ezt a sportot nem lehet elég korán kezdeni, de nem is lehet abba hagyni. Nekem édesapám fertőzött meg nagyon-nagyon régen, pici gyerekkoromban, még akkor Kaposváron. Akkor még az országban több versenypálya is volt, sajnos ez most arra nagyon lecsökkent. Hát ez datálható valamikor a 80-as évek elejére. És amire nekem magamnak sikerült úgymond az egzisztenciát megteremteni hozzá, hogy tudjak foglalkozni kicsit komolyabban ebből a sporttal, az ilyen 2007-ben volt. Tehát most már 13. éve lesz, hogy foglalkozom vele. Cél? Hát az idei évben, hogy most már egy 40 pluszos Európa-bajnokságra kijussak, mert hogy végre sikerült átlépnem a 40-et. Önök Pálya című sportmagazinunkat látták, benne Baranya és Tolna megye friss sporthíreivel. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!